Meggyőzni a kétkedőket és felkészülni a rendezői szándéknyilatkozat beadására, ezeket a feladatokat szabta meg a Magyar Olimpiai Bizottság a 2024-es Budapesti Olimpia elnyerése érdekében. A munkában a 14 tagú védnöki testületnek is igen fontos szerepe van. A Grémiumból dr. Magyar Zoltán a Torna Szövetség elnökével, Olimpiai Világ és Európa a beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz elnökök! Na, hát köszönöm szépen, hogy most ebben a minőségedben is eljöttél, de előre bocsátom, hogy a tornaszövetségi ügyek kapcsán sem fogunk tudni elmenni itt fontos fejezetek mellett. Úgyhogy kezdjük akkor a, a, a Grémi munkájával, annál is inkább, mert én végignéztem ezt a nagyon impozáns névsort természetesen, akik a védnöki testület tagjai, és hát kivétel nélkül még akkor is, hogyha gazdasági szakemberek is vannak benne, mint például Oszkó Péter, ugye Bírnet Gusztáv, nyugodtan mondhatjuk, hogy több, több oldalról is látja az egész olimpiai felkészítést, azért alapvetően olyan emberek vannak itt, akik Hát nyilvánvalóan támogatnak egy budapesti e, olimpia ügyet, e, és csak az merült fel bennem, hogy egy ilyen védnöki testületnek a szószoros értelmében a, a, az üzenet tartalmának a védelme a feladata, vagy esetleg kellett volna néhány kontravélemény is e, egy ilyen testület összeállításánál, pontosan az objektivitás érdekében. Hogy érzed? E, nagyon jól fogalmaztál. Tehát az nagyon fontos, hogy ez a testület, ez mindenféleképpen az, az olimpiát magát reklámozza és mellé álljon. Tehát most az a feladatunk a, a kezdet-kezdetén, amíg nincs meg a hatástanulmány, hogy mi az olimpiát reklámozzuk. Uh -huh. Tehát próbáljuk azt elmagyarázni, hogy ez az olimpia, ez egy más típusú olimpia, mint a másik. Uh -huh. És addig, míg a, a nem jönnek elő azok a gazdasági számok, amelyekkel igazából tudunk hatással lenni az emberekre, addig csak az érzelmükre tudunk hatni. Uh -huh. Tudunk Értelmes normális dolgokat mondani, de az a fontos, hogy meggyőzzük, mostani 60%-ról akár 70 vagy 75%-ra növeljük a, az embereket, akik támogatják az olimpiát. Tehát Igen. most például pillanat, ez a feladat. Uh -huh van, de akkor ugye, rögtön térjünk ki, majd meg a százalékokról is fogunk beszélni arra, hogy miben lesz más ez az olimpia, mert ugye azt mondtad, hogy ez egy más olimpia lesz. Az emberek fejében én azt gondolom, jó néhány, hát most már lassacskán évtizedet mondhatok, én úgy gondolom, hogy ez nagyjából a rendszerváltás utáni időtől kezdődően Szóban még volt egy, egy ugyan nagy létszámú, de nagyon barátságos légkörű olimpia, talán még ez igaz volt Barcelonára is, és abszolút a személyes emlékeim alapján én úgy érzem, hogy Atlantától robbant az a fajta gazdasági bomba, amit ma azonosítunk a nyári olimpiával. Tehát, hogy fogja tudni az Olimpia és a Nemzetközi Olimpia Bizottság ezt az imidzset levetközni és hát ezek szerint valami mást, emberközelibbet nyújtani? Emberközelibbet, sokkal olcsóbbat. Ö, nem, nem tesz olyan nagy terhelést magára az országokra. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha megnéztük akkor, 6-8 ország képes ma olimpiát rendezni. Igen, hát a jelenállás ellen... szerint gyakorlatilag a legnagyobb gazdasági hatalmak csupán. Igen, hát mondanom. olyan hatalmas ez, ez az összeg a rendezés per pillanat, hogy nyomás gyakorol magára az országra, sőt a jövőjére. Na most ugye mit lehet ilyenkor tenni? Azt lehet tenni, hogy a, ezeket a létesítményeket, amik a nagy részét ugye a, a, a költségeknek e, e, hát belet, beleszámít, ott e, ezeket csökkenteni kell. Mivel lehet csökkenteni? Az egyik, amit már Londonban is lehetett látni, hogy ö, elbontható, ö, gyors szerkezetű elemekből építik fel azokat a létesítményeket, amelyeket utána elbontanak és akár ipari létesítménynek használnak fel. Tehát mindig az volt a probléma, hogy fölépítettek borzasztó összegére egy csarnokot, és nem tudtak vele mit csinálni, tönkretette a, a, a várost. Nézzük meg Atént, ahol van. A... Igen, tehát kongos stadionok állnak De, ott. Most tulajdonképpen egy alapot kell építeni erre, Szerintem 2024 ig bérelni is lehet ilyen csarnokokat, ezt fölhúzzák, ezt a csarnokot, és ha nincs szükség rá, akkor ezt elbontják, ez az egyik rész. Másik ugye, hogy nem csak egy város fogja rendezni, tehát egy ország vagy egy régió tud Már rendezni. Ez egy nagy különbség, bocsánat, hogy közbeszólok, de ugye, Egyébként mindig arról beszéltünk, és végül is papíron, most is úgy néz ki, hogy egy város pályázik, de hát régeségen tudjuk, hogy egy város mögött egy ország van. Nyilván nem egy város ad ki szándéknyilatkozatot, hanem egy ország, annak a aktuális kormánya, vezetősége, és a több, és a többi, amikor már ugye itt garanciákról kell beszélni. Tehát ezt, ezt, ez a bizonyos agenda 2020 volt az, ami Isten igazából felvetette, hogy ezt terítsük szét, ezt a felelősséget egy városról, egy országra gyakorlatilag? Tehát egy országra, sőt egy régiója erre itt volt egy nagyon jó példa, hogy, hogy a, a slalomot, mert mindig gyors vízjelzést mondanak, de nem az, a slalom, amelyik olimpiai sportág, azt mondjuk külföldön megrendezzük, azt akár Szlovákiában megrendezzük. Van másik olyan sportesemény, amelyiket mondjuk Ausztriában, vagy akár Horvátország, Szlovénia a környezetben is tudunk megrendezni. Seleztezőket el lehet venni másik városokba, amiben már csarnokaink vannak, ugye mondhatnám Debrecen, Szombathely, Győr most, Veszprén, tehát ezeket nem kell újra egy helyen Budapesten fölépíteni, és utána nem tudni, hogy mit, mi lesz vele. A testidegen, hogy így mondjam, sportágakat, amik nincsenek beállagyózódva abba az országba, azokat ö, olyan könnyű szerkezetre meg lehet építeni, amelyeket elbontanak. Ö, és ez nagyon fontos, hogy Magyarország azért, legalábbis most még az eset tanulmány előtt ö, azért ö, támogatjuk ezt, mert, mert ezzel sokkal-sokkal olcsóbb lesz, és már nagyon sok létesítményünk megvan, Én és meg fog épülni. Ezt értem, de azért ezekhez a létesítményekhez el kell jutni, ezekhez olyan utak, ugye olyan, olyan egyéb infrastruktúrális fejlesztések kellenek, és még mindig jogos felvetés a szállodai férőhelyek száma, hiszen ez óriási tömeg érkezését jelenti azért egy olimpia, és most, amikor például nézem bizonyos gondolattal barátkozó városoknak a kritikáit ebben a témakörben, akkor több között valóban az a, az többlet teher jelenik meg legfőképpen, környezetszennyezés, ugye bár az ide érkező gyakorlatilag 100 ezeres milliós nagyságrendű ide vándorló turisták nyomán, és ha nyilván az országra személyesen, tehát a lakosságra háruló teher is, úgyhogy például egy egészen friss adat szerint, ugye Hamburg lakossága most úgy tűnik, mint pályázó, vagy esetlegesen pályázóváros 64, Berlin csak 55%-os támogatottságot tud pillanatnyilag a tegnapi nap alapján felmutatni. Tehát, hogy azért nagyon vélekezett. Az tehát a vannak ugye környezetszennyezés. Környezetvédelem is benne van az Agenda 2020-ban, hogy, hogy nagyon fontos, hogy olyan tiszta, zöld olimpiát rendezzünk. Most, ami, amit említettél, utaképítése, szállodáképítése, kórház, olimpiai falu, ezek, tulajdonképpen a 90%-a, ez visszatér, mert ezeket az ingatlanokat el lehet adni. Az utakat úgyis fejleszteni kellene, mert maga ez a megaváros Budapesten, aki most itt él, azt tudja, hogy alig lehet közlekedni. Tehát valamilyen úton, módon irányt kell szabni ennek. Na most ezeket a következő években több ezer milliárd forint fog érkezni Magyarországra, amiket, ha jól használunk fel, akkor. Ezek gondolásosban uniós támogatásokkal? Pontosan az uniós támogatásokkal gondoltam. Ha ezeket úgy használjuk fel, hogy élhetőbb várost fogunk felépíteni, akkor önmagában már nyerünk ebben az olimpiával. Uh -huh. Uh -huh. Jó, hát ugye arra sokat beszéltünk, hogy Magyarország, mint olimpia szempontjából különösképpen sport nagyhatalom, gyakorlatilag szinte az egyetlen utolsó olyan ország vagy város, most nevezük ezt persze. Budapest központúnak, amely nem rendezett még olimpiát, de azóta persze nagyon sok minden gazdasági változás ment végbe. Jelen állás szerint ugye Bostonról, Rómáról tudunk, hogy nagy valószínűséggel fog pályázni. Párizs, Baku, Doha, Isztambul érdeklődik, tehát nagyjából abban a stádiumban vannak, mint mi, és akkor ugye Hamburg-Berlin szóba került. Hát elég komoly versenytársaknak tűnnek azért jelenállás szerint. De ha, ha, megnézzük, akkor igazából mintha ezt Magyarországnak írták volna ki. Tehát egy nagyon aranyos barátom említett egy nagyon jó szót, hogy e, a Agenda 2020 egy nagyon elcsépelt, de jó magyar, szóval egy fapados olimpiának lehet. Tehát uh -huh. ezek az országok, akik jelentkeztek ez a mostani mega olimpiát is meg tudnák rendezni. Igen. Igazából mind nem tudnánk megrendezni. Tehát azért próbálok most mindenféleképpen az olimpia mellett kardoskodni, mert 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 mi szeretnénk sportolók. de a döntés az nem a miénk lesz, a tehát szükség. igazából a pályázat beadása után egy teljesen más bizottság fog felállni. Ha beadtuk a pályázatot, mert megvannak a, a, a hátterünk akkor utána egy teljesen más bizottság, valószínűleg egy parlamenti bizottság fog felállni, akik Én. már igazából az egész logisztikáját Persze, fel fogják építeni. egyébként azt mondta, hogy az, a magát a politikát szeretné ebből kihagyni. Nem tudom, hogy mennyire lehet, mert azért ez egy, ez egy olyan jellegű döntés, ami óhatatlanul azért nyilván a politikai, kormányzati döntési támogatást is igényel, de talán legfőképpen a lakosság. Tehát úgy gondolod, hogy lesz annyira meggyőző, mondjuk amikor elkészül ez a hatástanulmány, és valós gazdasági adatok kerülnek napvilágra, hogy akkor tudni fog, illetve kell -e egy ország lakosságának akár népszavazás szinten erről szavazni. Tehát gondolod-e, hogy szükséges-e ez a fajta valós felhatalmazás, amit egyébként Borgai Zsolt szorgalmazott? csak, hogy valósában ez kötelező. Tehát el fog jönni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy olyan vizsgáló bizottsága, és ők egy, egy, egy független felmérést fognak végezni. Tehát ők nagyon szeretnék azt, hogy olyan ország rendez az olimpiát, amiknek háttere van, akik szeretné ezt az olimpiát. Magyarországon nagyon-nagyon sokan szeretik a sportot, mi erre tudunk építeni, tehát ez, ez a védnöki testület azt az tudja megtenni, hogy, hogy a személyes imázsunkat fölépítjük, maga a számok, az, az nem, nem, a mi szakmánk. Értem, jó. Tehát ez nagyon szeretném, ha sor. azt meg tudnánk magyarázni, hogy ez a fele alatt lesz jóval, vagy a negyedénél, tehát nem lesz olyan teher, de ezt a számok fogják megmondani, Jó. ezt nem Téged még... foglak idézni ezzel a fapados olimpiával, ez nagyon, szerintem nagyon jól körülírja, hogy miről is van szó. Ki fog derülni, hogy ebből a szemszögből valóban milyen számokat igényel nyilvánvalóan egy ilyen fapados rendezés, és mennyire lesz befogadható az ezzel kapcsolatos egyéb pozitív élményeken túl, ugye ennek a, hogy úgy mondjam, lenyelése ennek a számadatnak nyilván a gazdasági szempontból. Gyorsan lapozzunk, más kérdés, talán a legfontosabb. Holnap operálják Berki Krisztián a Ugye egy, egy, régóta halasztott, de úgy tűnik, hogy tovább halaszthatatlan váll operációval. Mit tudunk róla? Annyit tudunk, hogy a, ez a kulcsont rész, ami belemegy a váli ez eltorzult. Tehát magyarul itt az izületi felszín eltűnt, és borzasztó fájdalmai vannak, és ott kialakult egy hegképződés, ami ott állandóan irritálta. Uh -huh. Most ezt fogják rezekálni, vagyis eltávolítani maga az izületi véget, lekerekítik, magát kiveszik ezt a heget, és ki fog alakulni ott egy álízület, Ez egy bevált műtét technika, nem csak ennél az egy izület, nagyon sok helyen van, nem fog fájdalmat okozni, körülbelül két hónap kell, amíg ott a környezetű szövetekkel regenerálódnak és felveszik ezt a, ezt a pozíciót. Na hát két hónap azért az sajnos ugye gyakorlatilag a Montpellier európa gondolom, hogy azt, azt így kihúzta a programból. Ez így van, tehát semmiféleképpen oda nem megy, uh -huh. de abban a de abba állapotban, hogy ez az utolsó időpont, amikor még a, a regeneráció plusz a felkészüléssel elég lesz az őszi a olimpiára, glasgói olimpiára, vagy olimpiára, világbajnokságra. Olimpiára kvalifikáló és... világbajnokságra Ilyen, egy van. egyébként. Jó, tehát ugye gyakorlatilag azt lehetett mondani, hogy eljött egy olyan végpont, amikor azt kellett mondani, hogy mit feszítünk a réven, egy Európa-bajnoksági indulást, mit nyerhetünk a vámon, hogy egy, egy fájdalommentes felkészüléssel készülhet erre a roppant fontos olimpiai kvalifikációs révére. Pontosan ez, 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 ez a jó megfogalmazás. Uh -huh. Na hát egy nagy, nagyszerű férfi csapat siker után vagyunk, ugye a Linci eh, Nemzetközi Viadal, Tálas Bence volt te héten a vendégem, igyekszünk mindig a magyar torna sikerekről beszámolni, és nagyon nagy dolog ugye, hogy Hidvégi Véd, Belki Krisztián nélkül felálló tehetséges fiatal férfi csapat, Svájcot megelőzve, Ausztriát megelőzve, tulajdonképpen mondhatni, hogy egy egységes kis gárdaként nyerte meg ezt a nemzetközi versenyt. Nagyon fontos. Tehát nekünk a, a Berki Krisztiának az egészségi állapot és a felkészülése mellett a másik nagyon fontos, hogy egy olyan egységes csapatot tudjunk összehozni, amelyik a 16 ba lesz a következő világbajnokságon. Ha 16 ba leszünk, akkor elméletileg dupla esélye van Berki Krisztiának, mert a csapat is be tudja őt vinni. Úgy látod, úgy látod hogy ez reális esély, hogy most a Keglesgóban ez a társaság a 16 ba be tud kerülni? Én szerintem igen. Ugye legutoljára 19-ek voltunk, tehát három helyet kell előrelépnünk, és sokkal egységesebb, jobb csapatunk. Van. Plusz azt el kell mondani, hogy van egy amerikai tornász, amelyiknek magyar szülei vannak, vagy legalábbis az édesanyja magyar, őt honosítjuk, uh -huh. elküldte a filmeket az ottani versenyekről, Ki ő lehet és... tudni? A nevét meg, meg nem mondom most, de húsz év körüli, és fantasztikusan jó. Pont azokon a szereleken jó. Összetett tornász. Összetett tornász, és pont azokon a szereken jó, ahol mi gyengék vagyunk. Uh -huh. Hát nyújton nagyon jó, talajon nagyon jó, lógrásban nagyon jó, ott ahol sajnos a magyarok. És az, és az ő legjobbat. honosítása a világbajnokságban következhet? Már most elindítottuk ezt Aha. a folyamatot. Üh, haza kell majd jönni, a válogató kell részt venni, mert olyan nincs, Igen. hogy megnézek egy filmet, aztán beteszem a csapatba. Meg kell nézni, hogy, hogy milyen versenyző, hogy, hogy bírja a terhelést a versenyeken. El fogjuk küldeni világkupákra, ők nagyon szeretnék. Na, no, hát legyen így. Úgy tűnik, hogy akkor nagyon ígéretes hírek jönnek a műtét ellenére, ugye a magyar férfi torna házatáról, A hölgyekről egy következő alkalommal beszélünk, és hát természetesen ugye azt is tudjuk, ezt már csak megjegyzésként mondom, hogy a nemzetsportolója sportolója státuszra, ugye a Magyar Torna egységesen felterjesztett téged, és várjuk a végeredményt, és szurkolunk természetesen. Köszönöm szépen,